Ennek az országos hálózattal rendelkező ingatlan közvetítéssel foglalkozó cégnek 130 irodája van az országban. Az eladott lakások száma folyamatosan növekszik náluk, köszönhetően annak, hogy az utóbbi években már nem kínálati, hanem kereseti piacról beszélnek az ingatlanosok. Nyíregyházán is 15-20%-kal több lakást cserélt gazdát az elmúlt 2 évben, érthető tehát, hogy az irodákban több munkatársra van szükség. Ma már a legtöbb lakástulajdonos közvetítőn keresztül igyekszik megtalálni a számára ideális vevőt. A szakma viszont arra figyelmeztet, hogy csak profi, szakképzett értékesítőkkel érdemes ügyletelni. Ingatlan értékesítéssel csak az foglalkozhat, akinek engedélye van rá, bejegyzett a tevékenysége, OK és szakképzettsége van a vállalkozáshoz, mondta el az egyik nagy országos hálózat nyíregyházi értékesítője 35 perc című műsorunkban. Hozzátette, elsősorban az értékesítésből származó jövedelmezőség vonza a szakmába az új munkatársakat. Többen úgy érezték, hogy ugye ez egy olyan tevékenység, egy olyan szakma, egy olyan vállalkozás, amit ugye kötetlen munkaidőbe tudnak végezni, és viszonylag gyorsan, magas hozammal. Sokan próbálkoznak mai napig is, de aztán ugye rá kell, hogy jöjjenek 1-2 hónap próbálkozás után, hogy azért essen fenékig tejfelsőt, míg kolbászban sincsen a kerítés. Rengeteg munka, nagyon sok tanulás, állandó ugye felkészüléshez jár, továbbképzéssel, mert itt ugyanúgy tisztába kell lenni a jogi dolgokkal, a pénzügyi dolgokkal, de műszaki ismereteknek is kell lenni ahhoz, hogy ugye hitelesen tudjuk képviselni akár az vevőt, vagy akár az eladót. Az országos hálózattal rendelkező nagy irodákban csak is megfelelő képzettséggel rendelkező ingatlanosok dolgozhatnak. A nagy hálózatban működő ingatlanosokban meg lehet bízni, tette hozzá a szakember. Ezeknél a cégeknél azonos mértékű jutalékkal is dolgoznak, amit minden esetben adásvétel után kérnek el. Vannak azonban, akik az eladótól, a vevőtől is kérnek jutalékot, és az ügyvédi díjakból is profitálnak. Aki lakást ad el vagy vásárol, érdemes tehát válogatni az értékesítők között is.